Tulajdonképpen még egy folyamatban lévő munka, tiszta, letisztult válaszokat még nem tudunk adni, illetve elnézést kérünk, de mivel szorít az idő, referenciákat sem tudunk rögtön adni mindenre, amit elhangzik. Tehát akkor beszélnénk először még a társadalmi fejlődésről, például az elmúlt 10 év Egyesült Királyságban, Franciaországban, Balkánon, Chilében, lezajlott diák megmozgulásairól, és hogy mit értek el tulajdonképpen ebben a diákok, és összességében azt lehet látni, hogy a piaci erők, a piaci nyomás, ami tulajdonképpen a felső oktatásban megjelenik, azt lehetne majd leírni. Tehát végül is különösen az egyetemi oktatásra számos oldalról hatalmas nyomás lehet nehezedik, nyilván rohamosan fejlődik a technológia, a globalizáció hatásait is látjuk, és ez mind kihat az oktatásra is, és tulajdonképpen az oktatás, a felső oktatás is egy újabb olyan piacként jelenik meg, amely meghódítandó, úgymond a nagy cégeknek végül is itt is csak az a célja, hogy profitot termeljenek. Viszont a tanulás magában az már tulajdonképpen az, hogy a hatékonyságot növeljük, vagy a konzumerizmust, a fogyasztói társadalmat segítsük, ezzel tulajdonképpen eszközé teszi magát a tudást is, és egy olyan modellet épít, amelyben végül is a diákok is csak egy úgymond egy olcsó munkaerő, ami végül is a globális piacon, globális gazdaságban versenyezni tud, és így tulajdonképpen az oktatás is egy olyan piacot kerítette, hogy itt is a státusznak hatalmas jelentősége van, és tulajdonképpen ugyanúgy, mint a futballedzőknél, itt is oktatnak, vagy vezetnek, illetve mellett pedig csökkent az ismereteknek, illetve a kritikai gondolkodásnak a jelentősége. Tehát itt az output, amit meg azt az új zsargon mondja, a legfontosabb, és az a legfontosabb, hogy olyan, mint egy ilyen palackozó üzem, tehát palackozzuk ezeket a tudást be az emberekbe, a diákokba, ahelyett, hogy kritikusan gondolkodó egyéneket küldenénk ki utána a munkavilág. És nem az ismeret a lényeg, hanem akár szinte az, hogy megvásárjuk ezeket a diplomákat, és hogy a hasznosság a piacon egyre jobb legyen. Tehát a tartalom tekintetében az egyetemek is egyre inkább a marketing felé mozdulnak el, illetve a kereslet felé, és hatalmas pénteket ölnek abba, hogy a diákok elégedettségét növeljék, illetve olyan helyeket rakjanak, biztosítsanak, ami egy kicsit a komercializáció felé mozdul el. És régebben az egyetemek a politikai, társadalmi terület élerai voltak, most meg már ott is inkább a lefelé mozdulás található, és nagyon gyakran azt látjuk, hogy passzív módon fogadták el régebben az oktatóknak a dominanciáját és a bölcsességét. Most már azt látjuk, hogy egy olyan átmenet valósul meg a bizonytalanság, ezt hangsúlyosan használja, a bizonytalanság korában, ami, és hallottuk tegnap például Jody Jensen és Skelly professzor esetében is, ami egy olyan problémát generál, hogy mint ami a jövő tele van környezetvédelmi kihívásokkal és globális konfliktusokkal, viszont a vezetőket megnézzük, és itt most nem csak politikai, hanem akár a banki vezetőket, vagy gazdasági vezetőket is nézzük. Tehát ez nem az, hogy nem eléggé képzettek, vagy a képességeik nem megfelelőek, hanem tulajdonképpen nem biztos, hogy a megfelelő gazdasági döntéseket tudják meghozni, és ezek során nem veszik figyelembe például a tudományos vagy egyéb területek ismereteit, és úgymond
Most akkor átadnám a szót Igornak, és akkor meg elmondja, hogy hogyan képzeljük ezt az újfajta egyetemet. Nagyon röviden, csak egy tegnapiakra reagálva, nagyon érdekes volt tegnap, amit hallottam. Például beszéltünk a Fukuyamáról és a történelem végéről, és tulajdonképpen ideológiai szempontból is láthatjuk. Azt jelenti, hogy vége van a háborúnak, és végül is itt van ez a globális gazdaság, tehát hogyan lehet ezt fenntartani, de van egy érdekes elképzelés. Azt mondja, hogy a társadalom soha nem fogja elérni az igazságosság szintjét, és tulajdonképpen nagyon fontos, hogy ezekről soha nem felejtkezhetünk el. És például a jelenlegi rendszerekben az ismeret, az mind csak arról szól, hogy mit tudunk letölteni. És más jeles tudósok is megmondták, hogy már nem az ismeretek generálásáról van szó, hanem tényleg csak a begyűjtéséről. Amit szeretnénk, és ezt azt hiszem a Jim könyvéből is, a tegnapi ismertetőből is hallottunk nagyon jó példaként, hogy maga az oktatás az mindenképpen inkább kibillentse a normálisnak és a nyilvánvalónak hit dolgokat, vagy vélt dolgokat. Tehát kérdezzük meg, vagy vonjuk kérdésre, és az egyetemi oktatás az nem csak egy úgynevezett tréning kell, hogy legyen. Jody tegnap beszélt arról, hogy van egy nagyon szép kép, amit tulajdonképpen tehát a világot az nem úgy kell felfogni, hogy már ez a végső pontja, és ez egy adott valami, hanem amire mi is ki tudunk hatni, és ne lezártnak tekintjük szerkezetileg, hanem tulajdonképpen, amiben megvan az adott rend már, hanem a nyitottság jelenjen meg. És ez tulajdonképpen a technotraták antitézise lenne. Itt most azt hiszem, amit nagyon támogatok, és amiben hiszek, hogy a vita közössége, a párbeszéd közössége az, amit meg kell teremtenünk. Tegnap is láttuk egy olyan hangkis képet, ami a két szikla között álló ember mutatta meg, és tényleg ez nagyon szemléletes, mert körülöttünk van a bizonytalanság, a zavar, nem lehet könnyű megoldásokat találni, éppen ezért utalnék itt most Freire is, tulajdonképpen, hogy csak a valódi kommunikáció és a valódi dialógus az, ami segít, akár az oktatás terén is, mert az antidialógus az tulajdonképpen nem, az nem kommunikál, és ez tulajdonképpen nálam is, én is ezt tapasztaltam, amikor közgazdasági tanulmányaimat folytattam. Jody is beszélt tegnap arról, hogy a hierarchiát kéne elkerülni, tehát hogy mi az, ami fontosabb, vagy kevésbé fontos, és ez különösen a bölcsészettudományok terén jelentős, illetve az is fontos, hogy a kutatásra nagyobb fókuszt szenteljünk, és a kritikai tudatosság meglegyen bennünk, kritikus tudatosság meglegyen bennünk, és itt mi az IAS-nál is a kutatás az teljesen bele van ágyazva a tantervbe, pontosan azért, hogy az, akik részt vetnek ebben az újfajta képzésben, képesek legyenek kritikus gondolkodásra, kérdezni, és az úgymond az egy ilyen furcsa terminus angolul, educational production, tehát az oktatási gyártás, vagy produkció végül is, tehát nem tudom, itt Magyarországon is, de akár a Harvardon is, tehát fontos, hogy olyan ismereteket tudjunk megszerezni, amelyet mi magunk is tudunk értelmezni, ne értelmezzék ezt a számunkra. Tehát ezek az egyetemek közötti központok nagyobb jelentőséget kell, hogy nyeljenek, mert ebben is megjelenik a kooperáció lehetősége, és mindenképpen fel kell ismernünk, hogy még akkor is, hogyha nagyban specializálódunk, akkor is az inkluzivitás az még mindig fontos, mert sokkal inkább
hogyha az élettől elszakadva kisebb dolgokra koncentrálunk, fókuszálunk, akkor megint csak fel kell, tehát mint tegnap is szó volt fel, azért mindig meg kell kérdeznünk, hogy hogy vesztünk el ebben az egésznek a, tehát a halmazában fontos, hogy az interdisziplinaritás megmaradjon, ez minthogy apróbb területeken apróbb eredményeket, megoldásokat hozzunk. Éppen ez a módja annak, és ami szerintem a demokrácia szempontjából is fontos, mert azt mondják, hogy a demokrácia az olyan formatív kultúra, ami ezt létrehozta, anélkül nem is működne. És pontosan ezért a 64-es brazil pucs idején nagyon fontos volt az, hogy ott is, tehát ez is kötődik ahhoz, hogy ahogy most látjuk a világot, nem tudom, túl sok az információ, és nem tudunk kritikusan hozzá nyúlni ezekhez az információkhoz. És még egy idézet, tulajdonképpen Arendttől, jelenleg az emberek általában nem képesek autentikus módon gondolkozni, és a stupiditás, a butasság az teljesen eláraszt bennünket, és ez az egyik legnagyobb a demokráciát fenyegető veszély. Illetve ez fontos az, hogy a úgymond a dobozon kívül, a korlátokon kívül gondolkodjunk.